Három évesen Royt az utcán hagyták a szülei Kenyában. Senki nem tudja, hogy maradt életben egyedül három évig, de önnek köszönhetően Roy most egy szerető családban él és virágzik az iskolában. Jöjjön szívmelengető története. Az Árvák ígérete szervezet itt van az Örökség Akadémiájában, amit egész Kenyában kiválóságáért ismernek. Ezek a gyerekek nagyon nehéz helyzetből jönnek, elképzelhetetlen szegénységből. Volt szerencsém megismerni egy kisfiút, Royt, aki nagyon okos, osztály első. Royt három évesen otthagyta az anyukája Kenya utcáin. Három évig senki nem tudta, hogy hol van, a nagymamája talált rá. Ő nem tudott róla gondoskodni anyagilag, de idehozta Royt, remélve, hogy itt jobb élete lesz. Ez a kisfiú csodálatos dolgokat fog elérni Isten áldása miatt. Amikor idejöttem, barátokkal vettek körül. Szeretettel bántak velem. Rengeteget tanultam, és a tanárok úgy tanítanak, hogy azt könnyen megértem. A kedvenc tantárgyam a fizika, mert nagyon érdekes, ahogy tanítják. Úgy érzem, hogy itt tudok okosodni. Istent jobban megismertem. Tudom, hogy Isten mindig szeret, és ő megbocsájt. Ő szeret engem. Étellel lát el, és lett családom. Egy szerető családom. Amiért szeretünk ennek a részese lenni, mert három dologra nagy hangsúlyt fektetnek. Az egyik a gyermekek tanítása, a másik az életvezetés, de ami mindent átfog, az a kiválóság minden téren. Az olyan gyerekek élete, mint Roy, örökre megváltozik az itt végzett munkával, ami örökséget ad a jövő részére. Nagyon köszönöm, hogy segítettek.